Á, csak összefogom a hajam. Ne nézzek már ki úgy, mint egy idióta. Mondjuk ezen a haj nem sokat segít. Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Én is elszórakoztam az AI-jal. Nagyon régóta tetszik a téma, nagyon sok minden érdekelt, és arra gondoltam, ebben a videóban megkérem az AI-t, hogy a kedvenc számítógépes karaktereinket öregítse meg. Az összes karaktert rajzolja le nekünk, hogy hogy fog kinézni 60 évesen. Nagyon jó pofa dolgok születtek, egészen megdöbbentő. A legutolsó az álejtő srácok. Összességében tök jól megcsinálta az AI a feladatot, nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. És mindenképpen szeretnének megkérni, hogy te is írd meg, hogy melyik karaktert nézzük meg idősebb korában. Ha tetszenek a videóim, kérlek iratkozz fel a csatornámra, ezzel egy ilyen pici csatornának, mint az enyém, nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Az első személy, akit az AI-jal megöregítettem, hát szerintem teljes mértékben felismerhető, így fog kinézni az AI szerint 60 évesen Lara Croft. Szerintem tök jól eltalálta az AI, nagyon felismerhető lett. És tényleg látszik, hogy meg is van öregítve. A következő docensünk nem más, szintén ő is egy régész professzor, ő Nathan Drake, és hihetetlenül fantasztikusan megöregítette az AI. Abszolút felismerhető, megvannak azok a markáns arcvonások, amikre emlékezünk. Szerintem ennél tök jó munkát végzett az AI. Hát őt már csak a ruhájáról is könnyű felismerni, nem? Ő nem a Breaking Bad főszereplője, ő Gordon Freeman a Half-Life szériából. Hát, hogyha nem lenne rajta ez a ruha, szerintem még akkor is tök jól felismerhető lenne. Az abszolút könnyen felismerhető kategória az Kratos. Hát ő nem sokat változott szerintem. Talán egy kicsit megvörösödött a szakála, de ennyi igazából. Hát jó tartja magát 60 évesen. Ő is szerintem rettenetesen jól felismerhető. Ő a Gears of War széria főszereplője, Marcus Fenix, az egyik nagyon nagy kedvencem. És akkor most egy kicsit nehezítünk, srácok. Ő is abszolút felismerhető, milyen morcos kisnyugdíjas, ilyen kipattintott kisnyugdíjas vele. Nem packáznának a sorban állók, ha farhátról van szó. Ő nem más, mint Johnny Cage, aki egy kicsit ilyen Arnold Schwarzenegger beütésű, de a szemüveg még mindig patika az öregen. Az AI így gondolja 60 évesen Johnny Cage karakterét. És mondtam, hogy nehezítünk. A következő, hát ez a kis pufó kis nyugdíjas, nem más, mint Ryu a Street Fighterből. Szerintem tök jó fel lehet ismerni. Nem mondom, hogy olyan tökéletes munkát végzett az AI, de szerintem egész jóra sikerült. Na, ő az, akit csak a poén kedvéért tettem be. Hagyok egy kis időt. Hát, ha felismeritek, de szerintem nem. Szerintem teljesen felismerhetetlen egy random nyakkendős öreg úr. Hát ő nem más, mint Peter Parker öregen, a pókember. De szerintem ez abszolút random. Tehát ez nem sikerült olyan jól. A következő viszont meglepően jó lett. Aki nagyon régóta követi a csatornámat, tudja, hogy nekem a kedvencem a Monkey Island széria, és itt az AI szerint itt a 60 éves Guybrush Threepwoodot látjuk, abszolút jól lehozta az AI. Tehát tökéletes a frizura, ugye a jellegzetes kabát, az arcvonás, egyszerűen baromi jól megcsinálta. És a következő kép, ami szerintem hidegrázósan jól sikerült, az ő lenne. Hát a ruhájáról teljesen jól felismerhető. Ő Ellie a The Last of Us-ból. Fantasztikusan eltalálta az AI. Tehát ennyire jól felismerhető karakter. Nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon megdöbbentem, hogy úristen, de jól néz ki. Köszönöm, hogy időt szentel a videómra, remélem tetszett. Jaj, nekem itt egy kommentet kérlek, hogy melyik karaktert nézzük meg 60 évesen, te melyikre vagy nagyon kíváncsi, és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!